Magyarország kormányának a pedagógusok anyagi és erkölcsi megbecsültsége is fontos. Ezért fogadta el az országgyűlés tavaly az új pedagógus életpályáról szóló törvényt, amellyel érintetteknek saját szolgálati jogviszonyuk lett, a mostani béremelés pedig az anyagi megbecsültségüket biztosítja. Éppen ezért 30,2%-kal emelkedtek a tanárok bérei 2024-ben, melyet először februárban látnak majd a számlájukon a kedvezményezettek, többek között az óvónők is. A legalsó határa a béreknek, azok jelentős mértékben megemelkedtek, gyakornoknál 528 ezer forint, pedagógus 1 fokozatban 538 ezer forint, pedagógus 2 fokozatban 555 ezer forint, mesterpedagógusnál 630, kutatótanárnál pedig 750 ezer forint. Fontos, hogy ez az alsó része a béremelés, vagy a bérsávnak, tehát itt egy bérsávról beszéltünk, aminek ez a minimum része, van egy jóval magasabb maximum része, és a kettő között van a pedagógusoknak az átlagbére. Ha megnézzük a tavalyi adatokat, akkor azt látjuk, hogy az átlagos bér korábban a pedagógusok között 508 ezer forint volt, ennek kell átlagosan 672 ezer forintra nőni. A kormány technikailag a költségvetésben létrehozott egy teljesen új önálló pedagógus béremelési, tanár béremelési alapot, ebben 340 milliárd forint szerepel. Ez azért 340 milliárd forint, hiszen ahhoz, hogy mindenki számára 32,2%-os béremelést biztosítani tudjuk, ez az összeg az, ami rendelkezésre áll a költségvetésben. Éves bértömeget, ha nézünk, akkor ekkora többlet az, amely biztosítja ennek a nagyon nagy mértékű 32,2%-os béremelésnek a fedezetét. Ezt a teljes alapot, a teljes 340 milliárd forintot az első forinttól az utolsó forintig az idei évben béremelésre fogjuk fordítani, ez béremelésre is kell fordítani, ezért fontos, hogy egy külön önálló alapban jelenik meg, hogy ez átlátható, mindenki számára egyértelmű viszonyokat teremt. A kabinet szabályozza, hogy az illetményemelés céljából biztosítandó támogatást a fenntartók csak a pedagógusok személy juttatására fordítják, ahogyan azt is, hogy a béremelés fedezetére kapott többlettámogatást a pedagógusok után kifizetett személy juttatások, adók és járulékok arányában adják át a fenntartott köznevelési intézményeiknek. Az állam a bértömeget finanszírozza az intézményeknél, a fenntartóknál, tehát mindenki úgy kapja meg a finanszírozását, hogy már ezzel a 32,2%-kal megemelt bértömeget kapja. Innentől kezdve természetesen az is a feladata, hogy ezt a teljes 32,2%-ot a pedagógusok számára, a tanárok és óvónők számára biztosítsa is. Ezért fontos, hogy erre mindenki figyeljen oda. Látunk többféle jelzést az elmúlt napokból, hogy vannak olyan helyek, ahol nem az átlagbért igyekeznek biztosítani, hanem sok esetben ezeknek a bérsávoknak az alsó szintjére emelik csak meg a pedagógusoknak a bérét. Ez nem helyes, nem így kell tenni, hiszen a fedezetet sem erre kapják, nem a bérsáv alsó részén kell legyen a pedagógusoknak a bére, hanem 32,2%-kal meg kell, hogy emelkedjen. A magyar államkincstár minden esetben ellenőrizni fogja, hogy a teljes béremelésre fordítandó forrást, amit a költségvetésből megkapnak, az béremelésre fordítják-e. Nem lehetséges az, hogy valaki megkapja a béremelésnek a forrásait fenntartóként, akár önkormányzatként, akár más nem állami fenntartóként, és azt nem teljes mértékben a pedagógus béremelésre fordítja. A mostani 32,2%-os emelést jövőre további 21%-os követ majd, hiszen a kormány vállalta, hogy 2030-ig minden évben a diplomás béremelkedés mértékével növeli a pedagógus béreket.